A következő 22-es járat elhagyta a Decathlon áruház megállót. Érkezése 9 perc múlva várható. A Totem oszlop már kiválóan működik itt a Lajta utcai buszmegállóban, mint ahogy az összes többi helyen is beszélnek az információs táblák. Az intelligens program, ahogy a Kisalföld Volán vezérigazgatója még kedden fogalmazott, közel 100%-osan működik, csak apró hibák vannak, amiket a szakemberek megpróbálnak mielőbb orvosolni. Az utasok többsége is elégedett a több mint 500 millió forintból megvalósult fejlesztés eredményeivel. Eléggé el lehet azért igazodni rajta, mondjuk nem sűrűn járunk vele. Mondjuk a kislány az nagyon tetszik ő neki, mindegyik, úgyhogy jók. Főleg azoknak ugye, aki nem ismeri Győrt. Már csak a jegykiadó automaták némák, vagyis egyelőre sem érmével, sem pedig kártyával nem lehet őket használni, de ez sem késik már sokáig, ígéretek szerint hétfőtől kezdődik éles tesztelésük. December 12-től tehát a megállókban is megválthatjuk érvényes tikettünket, és az sem baj, ha esetleg nincs nálunk apró. Ha a vandálbiztos dobozok is működnek, valóban elmondhatjuk majd, hogy Győr tömegközlekedése olyan lesz, mint Grácé, Londoné vagy akár Párizsé.